pályázat meghirdetőjének a Hagyományok Házának célja a néphagyomány gondozása megőrzése, tárgyi és szellemi értékeinek népszerűsítése. Immár 14. alkalommal szervezték meg ezt a kiállítási projektet. A pályázatot 3 évente hirdetik meg. Érdekessége, hogy nem feltétlenül a nagy szakágak, mint a hímzés, szöttes faragás, kerámia, hanem a kisebb mesterségek kerültek előtérbe, akár a tojásírás, ékszerkészítés, csipkeverés, vagy épp a bőrműves tárgyak készítése. Idén a pályázók közül az elbírálás után 42 alkotó tárgyai kerültek be. A Tolnai Művelődési Központ idén először adott helyet az eseménynek. A vessző, csúé, gyékény, sás, szalma csak néhány anyag, amiből készültek a teremben megjelenő produktumok, de találhatunk a tárgyak közt fémműves alkotásokat is. Népi öltözet kiegészítő szakágak alkotása is bekerültek, mint a bocskoros, csizmadia, nemezelő, gyöngyfűző. Népszokásokhoz kapcsolódó, a népi élet jeles napjaihoz kötődő tárgyak sem maradhattak ki az összeállításból. Szebbnél szebb népi hangszerek, festett tojások sorakoznak egymás mellett. A gyönyörű festett bútor együttes pedig igazi ékessége az ország számos pontjáról összegyűjtött kollekciónak.